Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó vezetője és résztulajdonosa, szobrász, festő, író, szerkesztő. Isten tudja, hogy még mi minden. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Áldott tehetség. Hogy van, hogy elég 24 óra naponta? Na, akkor meg, amikor ezt megkérdezik. Ugyanis én teljesen természetesen élem az életemet, és ráadásul még ami mindig kimarad, mert ez szigorúan a magánügyem. A levenni és megfordítaná. Értem, akkor ezt még hallani is lehet. Igen, jó. Így, és akkor most így. Jó, akkor megpróbáljuk. Na hát csak az tehetséges erre is. Szóval én hetente... Kedves nézőim, élőben bemutattuk, hogy jó szóval élt az ember, és már is a helyére teszi. Tehát hetente 3-4 alkalommal egy 40-45 percet, vagy másfél órát sportolok is. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. Ez szájkarate sport, vagy úszás, nem, tenisz? Nem. Heti egy tenisz, az másfél-két óra, futás, ellipszis járó és bicikli, ezek váltják egymást, és ezeket én rettentő fontosnak tartom. A másik, ez a nevező képzeti résznek, ez teljes relaxáció. Tehát én egy nagyon kemény hard worker vagyok, tehát egész nap rengeteget tárgyalok, nagyon sokat megyek, tehát én sokat vagyok nagyon a kiadóban. Valaki azt mondta nekem, hogy egy kiadót vezetni napjainkban az olyan, mint a szerencsejátékot vezetni. Ez tökéletesen így van. Azért van így, mert én azt gondolom, hogy végig legszebb tevékenységét csináljuk, és végezzük a könyvkiadással, ám bár üzletileg miért kockázatos. A teljes termékfinanszírozás, itt a könyveket értem ez alatt, az a kiadóé. Magyarországon a kereskedők a könyveket csak bizományba veszik át. Tehát ha mi megjelentetünk 3000 példányban egy könyvet, elküldjük a kereskedőhöz, abból egy darabot nem vesznek meg, hanem szép lassan a havi eladás alapján 75-60 nap múlva fizetik ki az első hónap fogyását. Általában az úgynevezett forgási sebesség a magyar könyvszakmában az 13-16 hónap. Mégis mivel magyarázza? Megjelenik egy jó könyv, nem mondok címeken, és legalább 8 könyvesboltban nem lehet kapni, akkor az ember leül, elkezd telefonálni, aztán megkeresi a kiadót, megkérdezi a kiadótól, hogy milyen üzleteknek osztott el, aztán véletlenül talál az ember két könyvesboltot, ahol ott állnak dögivel a polcon a könyvek még. A kiadót ilyenkor nem kell felhívni, megmondom miért. Egy közepes méretű kiadó is gyakorlatilag Magyarország minden könyvkereskedőivel kapcsolatban van. Magyarországon a könyvterjesztés teljesen ornehézé vált, gyakorlatilag a legnagyobb, az teljes mértékben uralja a piacot. A második legnagyobb, többé-kevésbé jól forgalmaz, de messze elmarad az elsőtől. Tehát nagyon monopolisztikus, ez nagyon nem egészséges. A kiadónak nincs ráhatása arra, hogy az adott kereskedő melyik boltjában mennyit küld ki. Na rendben van, de itt van például egy filozófiai kiskönyvtár, egy új sorozatú, ami kézikönyv. Így van. Nem biztos, hogy az Ózdi aluljáróba megtalálható könyvesboltba ebből több biztos, tucatot hogy nem kell fogja küldeni, megtalálni. Igen. De ott is lehet, hogyha ez érdekel valakit. Azért tiszteljük annyira a kereskedő kollégákat, bármennyire is vitám van velük, hogy azért van egy olyan elosztási szisztémájuk, ahol egy kicsit profil, terület és boltnagyság alapján osztják le az adott címeket. Tehát egy adott könyv, mondjuk Max Weberből, a nagy kedvencemből. Tudomány és politika, mint hivatás. Igen, bírjuk ajánlani napjaink gazdaság és politikai vezetőinek. És ugye Max Weber az is fontos, mert egy revelatív alapművet írt meg, ugye a protestáns etika vagy a kapitalizmus szelleme, amely nagyon-nagyon fontos, mindenkinek nagyon ajánlom. Tehát az elosztási rendszerekben azért pontosan tudják, hogy Budapesten mondjuk a Mamutba ebből kiküldenek 15-öt, és természetesen, hogy egy vidéki kisebb városba ebből vagy nem küldenek, vagy elküldenek 2 darabot. Na de van egy olyan szó, amit úgy hívnak, hogy monopólium. Igen. A könyvterjesztő tulajdonképpen azon kívül, hogy
kifizeti az üzletének a lakbérét. Igen. Ami nem kevés, így meg van. Kifizeti az alkalmazottait. Így van. Mi részéről a beruházás? Ez a részéről a beruházás. Az úgynevezett forgóeszköz finanszírozás részéről nulla, ez alatt itt értjük a könyveket. A legnagyobb terjesztőnek... Hát általában nem piros aranyat, ő könyvet árul. Így. A legnagyobb terjesztőnek jóval 20 milliárd forint van a forgalma, rettenetes magas árésért. Én mindig azt kérem, hogy... A legnagyobb terjesztő az egyike a kiadóknak is, mert itt azért igen, vannak igen, össze. Igen, igen, igen. Ami ellen én hosszú évek óta komolyan küzdök, és a tulajdonosaikkal közöttünk áldás vita folyik. Én teljesen egészségtelennek tartom, és ez egy diszkompetitív piacot hoz létre, hogy kereskedő kiadókat épít maga köré, abszolút elfogadhatatlannak tartom. Erre gyakorlatilag nincs példa a világon. Mit mond erre a versenyhivatal? Hát erre most no comment, egyrészt ez egy szenzitív ügy, másrészt ez a műsor nagyon kevés lenne ez, nagyon súlyos véleményem van erről. Olaszországban van egy pici példa, Rizzoli, Giunti, egyébként Nyugat-Európában a trend sokkal inkább az, hogy a kiadók mergelnek, tehát egyesülnek, eszükbe nem jut kereskedő cégbe beszállni, az Amazon sem indított kiadót. Az Amazon megmaradt kereskedőnek. Ezt azért tartom fontosnak, mert egy általános kereskedelmi filozófia, ez az alapdiplomámhoz köt, a kereskedelmi gazdaságtan egyébként, hogy neki neutrálisnak kellene lennie. Tehát az ő partnereinek többé-kevésbé ugyanazt az esélyt kellene megadni. Üzletileg én teljesen értem, hogy a saját kiadóikat ők preferálják, üzletileg érthető, ugyanakkor egy versenypiacon én ezt abszolút nem tartom etikusnak. Na akkor nézzük meg, hogy mire használjuk a lélekgyógyászatot, filozófiai kiskönyvtár Ferenczi Sándortól. A Ferenczi Sándor ugye a pszichológia, a szociálpszichológia egy óriási alakja volt. Ebben a sorozatban majd természetesen meg fog jelenni, hozzuk majd Freudot is, egy-egy ikonikus munkáját, Jungot is, illetve ez a filozófiai kiskönyvtár, ez egy hajdan volt sorozatunk, 58 kötetet adtunk ki, most felújítva, egy új dizájnnal megpróbáljuk azt a fiatalabb célközönséget eltalálni. Itt egyetemistákról van szó, és nyilvánvalóan nem 15 ezer példány. Ezzel azt akarja, hogy a fiatal egyetemistáknak, a bölcsészeknek az identitását próbálja befolyásolni, hogy mit olvassanak? Ez egy nagyon szellemes kérdés volt, ugyanis közöttünk volt egy diszkuszió valakivel itt az adás előtt. Hát erről aztán nagyon hosszasan beszélhetnénk. Én sokkal inkább nem az identitását... Meghosszabbítjuk beszélgetési időnket még 3 perc. Nem az identitását szeretném, vagy nem az identitásokat szeretnénk, hanem a világlátásokat szeretnénk. A kettő között óriási különbség van. És amikor világlátásról van szó, akkor itt van egy aktuális mű. Szerintem azért ez nem véletlenül a felhozatal. A történelem nagy rejtélyei, II. Világháború rejtélyei sorozat a Kossuth-tól, ez biztos, hogy egy... Kitől lehet? Ez egy teljesen magyar, vagy... Nem. Ennek volt egy előzménye, egy 20 kötetes sorozat, de rendkívül nagy volt az érdeklődés, ezért újabb 15 kötettel folytatjuk. Az alapanyag a spanyol, amiért én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy minden adatot sokszorosan ellenőrzünk. A spanyol partner kiváló, de hát hogy mondjam, az adatpontosága néha gond volt. Ez a rejtélyek sorozat, a II. Világháborúval indultunk. És Hiroshimával. Hát nézze, a sorozatban majd szerdán indult el ez a sorozat, rendkívül kedvező áron én úgy gondolom, és végig megyünk, ugye ebben a sorozatban a Nazca vonalaktól kezdve a maják, az asztékok, a kristálykoponyákon át, minden olyan kérdést megpróbálunk feltenni, amely velünk él, amelynek megvan most az empíriája. Most megszakítani vendégünket, hisz előbb azt mondta, hogy tényleg családi áron, ez aztán igazán az identitásra való ráhatás. 990 forintért. Engedje meg nekem, azt tudom, hogy amikor szobrot csinál, a szoborhoz is alapanyagot kell vásárolni. Tessék szépen elárulni nekem, hogy ennyire fontos az identitásom, ezt 990 forintból nem lehet megcsinálni. Elmondom, hogy ez miért van. 15 kötet lesz. Ez egy know-how része. Így van. Az első kötet remélem nulladós lesz. Annyit jelent, hogy ez az úgynevezett bevezető ár. Nem tudom, hogy tisztességtelen vagyok, remélem nem. Tehát a végleges ár is nagyon kedvező, 1690 forint lesz. Az elsőt mindig azért szoktuk egy nagyon csökkentett, gyakorlatilag költségi áron adni. Tessék megvásárolni, megnézni, és ha szeretem a dolgot, tetszik a sorozat, akkor vevője leszek a későbbiekben. Na látják, hogy milyen jó, hogy azért korán reggel fölkerünk, és folytatjuk tovább az identitásunkkal.
Leonardo rajziskola. Ugye az embereknek énekelni kell tudni, mert ez a kreativitásukat, egy kicsit meg is kell mozogjanak, mint ahogy ön is elmegy, nem bridgelni, hanem teniszezni, és jót tesz akkor mindez, hogyha rajzolni is megtanulunk. És mindjárt, ez már nem a bevezető ár, ez már egy normális ár, amennyire egy ilyen könyvet elő lehet állítani, 2490 forint, körülbelül ennyi lesz a... De szeretném elmondani, szándékosan ennek két ára van. Amikor a kioszkokban, a paperback verzióban 1490 forint. Tehát ezt szándékosan úgy csináltuk, hogy aki hosszabb időben gondolkozik, az kemény táblába fogja megvenni, de pontosan ugyanolyan beltartalommal 1000 forint olcsóban az újságárosoknál meg lehet venni. Egyébként én tegnap voltam egy sokkoló találkozáson, Budapestről 300 kilométerre egy kiskönyvtárat vittünk le, egy olyan iskolába, ahol a tanulók 73%-a cigánylurkó. Fantasztikus volt körbemenni az iskolában, nézni ezeket a csillogó szemű kisrácokat, kislányokat, és pont arról beszéltünk, hogy milyen iszonyú szerepe van annak a másodlagos tevékenységnek, ami a manualitáshoz kötődik, ami közösséget teremt, ami jelenti a rajzolást, a festést, a textilezést, bármifajta képzőművészeti ágat. Ez a sorozat kifejezetten ezt az aktivitást próbálja elősegíteni. Mit kell tudjunk a szerzőről? Szunyogi András. Szunyogi András egy fantasztikus grafikus. Egyébként az ő könyveit, ebből négyet mi csináltunk egy német kiadónak. A világon már több mint 1.200.000 példányba adták el. Az Amazonon ebben a műfajban ő az egyik bestseller szerző volt. Emberművészeti anatómiája, lóművészeti anatómiája, madarak művészeti anatómiája. Tehát Barcsai után szabadon. Abszolút ő egy nagyon-nagyon kvalitásos kortársunk. Értem, és időnkben még bőven belefér, Adam Lebőr, ki ő, Kossuth tér. Igen, igen. Adam Lebőr és Kossuth tér, hogy jön ez? Lebőr. Lebőr. Ő most költözött vissza, a szolgálati idejét most kitöltő a brit nagykövetnek nagyon jó barátja volt. Egy hosszú ideig itt élt angol újságíró, ki valamennyire még meg is tanult magyarul, kiváló újságíróról van szó, és az utóbbi 10 évben íróvá nőtte ki magát, és írt egy trilógiát, abszolút Budapesten, Magyarországon játszódó krimi. Ez a második, a 8. kerület volt az első kötete, a trilógia első része. Ez a második, rendkívül névos, tehát nagyon fordulatos, mint egy is, de egy nagyon felkészült újságíróról van szó, ergo nagyon komoly tudásanyag is van benne, úgyhogy kifejezetten, ha használhatom ezt a szót, hogy rendkívül izgalmas, szórakoztató, úgyhogy nagyon ajánlom ezt a kötetet. Voltatunk a Kossuth kiadó kínai programjaival és a szobrával, aminek már Kínába kéne, hogy legyen. A kínai program megy tovább. A koronavírus közben? Hát annyira közbejátszik, hogy például az ottani Magyar Intézet igazgatóhelyettes asszonya, ő 18-án jött volna, és írt nekem, hogy András abszolút, persze egy kínai hölgyről van szó, abszolút látjuk, hogy mi történik, és sem magamnak, sem nektek, sem másoknak nem szeretnék problémát okozni, inkább lemondom az utat. Nyilvánvalóan Pekingben egyelőre, hála az égnek, nincs probléma, de ők tökéletesen érzik, hogy mi történik. Nagyon kíváncsi vagyok, mert április 22-én rendeznénk egy nagy sajtóbemutatót, 4 kínai könyvet fogunk bemutatni a Nemzetközi Könyvfesztiválon, és egy nagyon komoly kínai kiadói csoport jönne vendégnek a bemutatóra. Hát nem tudom, nagyon remélem, hogy el tudnak jönni. Mert Pekingben április 15-én rendezik meg a 17+1, tehát Kína és a kelet-közép-európaiak gazdasági világ találkozóját. Ez egy nagyon érdekes találkozó, Magyarország is ezen részhez. Kérdéses, hogy megrendezésre kerül-e vagy nem. Éppen tegnap kérdeztem kormányinfon, hogy vajon Magyarország mint alternatíva szóba jöhet, amennyiben a résztvevők nem szeretnének elmenni oda. Hát bízunk benne, hogy ez rendbe jön. Hol tart a szobor? A szobor elkészült már? Holnap kapom meg. Pont holnap fogja elhozni az öntő. József Attilának ugye ezt már elmondtam, ezt egy kisebb méretben, 23 centisbe csinálta meg, és egy 3D-s technológiával ezt Kínába beszkennelik, és olyan méretre nagyítják, 10 mm pontosságú öntés mellett, amire akarják. Én kértem 2 gipszet, egy bronz verziót, hát el fogom dönteni, hogy végül is megítésem szerint melyik lesz a bronz vagy a gipsz verzió a jobb ahhoz, hogy ezt kiküldjük, és ha igaz, egy hónapon belül ez ki fog kerülni Kínába.
Értem, mik azok a könyvek, amelyik a nemzetközi könyvvására Kínában megjelennek április 22-ére. Mármint kínai kötet. Igen. Te egyetemelnék ki, több kötetünk lesz, de egyet fantasztikus módon kiemelnék, ez pedig Moyen. Ugye Moyen az egyetlen Nobel-díjas kínai író, eddig két kötetét adtunk ki, a Békákat és a Szeszföldet, és most jön a harmadik, hát egy 650 oldalas, nagyon-nagyon komoly nagy munka, egy kis Marcel nevezetű, egészen kiváló fordító segítségével készült el, de jön, egy nagyon érdekes sorozatba kezdünk, bizonyos kérdéseket tesznek fel a világ dolgairól, mi történik a 21. században, és erre különböző, nagyon nívós kínai gondolkodók próbálnak választ adni. Ez egy nagyon érdekes sorozat. Mondhatnám, hogy kínaiak szerint a világ. Én nagyon szeretem ezt a címsorozatot. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon aktívak vagyunk, és nagyon remélem, hogy a barátomnak, a kiváló Yuzeminnek a Kínában nagyon nagy sikert aratott könyvét is előbb-utóbb meg tudjuk jelentetni, most mindent elkövetünk, hogy a magyar verziója is elkészüljön. Vajon elég nagy a magyar fogyasztói társadalom, hogy ez a mű sok példányba elkerüljön a könyvespolcokra? Nem. Itt minden az utóbbi említett címek, ezek nagyon szofisztikált, finom címek. Tehát ha ezeket 1000-1500-2000 példányba el tudjuk adni, én nagyon boldog vagyok. Tehát a szakma az borzalmas boldog attól, és a kereskedő az dobálja a kalapját sorba, hogyha a 25-30 ezer példányszám fölött eladott címekről beszélhet, és erre baromi büszke. Ebből egy évben van mondjuk 20-25 darab a 8000 címből. A kereskedőnek sok esetben teljesen mindegy, mert adott esetben egy Ferenczi Sándort, vagy egy Max Webert 3 hónapig, 4 hónapig a polcon gyorsan tart. Gyorsan írjuk ki, hogy termék megjelenítés. Polcon tart, utána pedig gyorsan visszaviszi az internetes áruházában, de offline nem nagyon tartja. Egy kereskedőnek az érdeke persze, hogy a forgalomhoz kötődik, és általában, amit nagyon-nagyon szeret, a gyorsan forgó, lektűr-lektűr jellegű, tehát azokat a címek, amiben sok ezeret el lehet adni, mondjuk 3 hét alatt. A könyves szakmában a világon mindenhol nagyon fontos az úgynevezett long tail, hosszú farok filozófia. Ez annyit jelent, hogy a világon a könyvforgalom 2/3 egy évben ez a long tail filozófia adja, ami durván annyit jelent, hogy 0 és 3 év között van a fogyás. A könyvek döntő többségétől nem lehet elvárni, hogy a nevét nem is mondom, hogy a hajdani Magyarországon, most Franciaországban, Amerikában élő újságíró, hatalmas bestseller szerző ugye Magyarországon, 2 évente ír egy könyvet, és eladják 70-80 ezerben. Ez a fehér holló. Oké, de ha én nekem eszembe jut holnap este, hogy beugrik egy Bulgakov cím, amit én még nem olvastam. Igen. Ha elmegyek a könyvesboltba, megkapom? Kevés eséllyel, ez annyit jelent, hogy van esély. Ilyenkor rögtön ajánlom az internetet. Az internetet, az internetes kínálat, miután offline-ban messze nem tartják, az offline-alat értjük a fizikai terjesztését a könyvnek, tehát könyvesboltokban. Biztos, hogy mindig van Bulgakov egy-két cím, de egy nagyobb választékot talán az interneten lehet megtalálni. Kedves nézőim, az elmúlt közel fél órában Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatója, társtulajdonosa, szobrász, festő és még jó fényképeket is csinál. Volt a vendégünk, bízom benne, hogy mi hamarabb új címekkel jön hozzánk vissza, tele életkedvel. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Előzetesek, és már is jövünk Fischer Miklóssal, aki egy sportpszichológus. Tartsanak velünk!